Erzsébet, szárnyat is ad. Valamilyen nehéz feladatról tanakodtak ketten. Megoldhatatlan, lehetetlen, hiszen hogy repüljek, az Isten nem parancsolhatja nekem mégse. Volt egyikük fáradt ellenvetése. A megoldást hiába keresem. De testvérem megszólalt csendesen. Repülni, az lenne a feladat. De ha azt parancsolja Istenem, hogy repüljek, akkor szárnyra kelek, hisz ő akkor szárnyat is ad nekem. A hitnek ezt a bátor válaszát szívemben őrzöm, ismételgetem. Várhat reám erőm feletti út, ember erő feletti feladat, de ha azt parancsolja Istenem, hogy repüljek, akkor szárnyra kelek, hisz ő akkor szárnyat is ad nekem. Kedves gyülekezet, még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket, és kérem, hogy nyissuk meg a Szentírást mai együtt gondolkodásunk alapigéjénél, a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 15. versénél. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 15. verse a következőképpen hangzik. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Kedves gyülekezet, egy különös dologra figyelmeztet itt az apostol, a keserűségre, a megkeseredésre. Erről szeretném, hogyha mai alkalommal együtt gondolkodnánk. Miért különös ez a dolog, amire az apostol figyelmeztet? Vannak egy jól ismert karakteres, így mondjam, bűnök, ilyen klasszikus bűnöket sorolhatnám, a hazugság, a lopás, a gyilkosság és a többi. Ezeket úgy jól néven lehet nevezni, lehet tudni, hogy mikor, hol történtek meg, ki követte el, de a keserűség az nem ilyen. Tehát a keserűség az valami egészen más dolog. Pál nem is úgy óv tőle, mint egy bűnnek az elkövetésétől. Sokkal megfoghatatlanabb ez annál, mint ahogy mondom, ezeket a karakteres bűnöket elköveti az ember. Ez nem köthető helyhez a megkeseredés, időponthoz. Nem elkövetjük itt vagy ott, ekkor vagy akkor, hanem beszüremkedik az ember életébe, megtelekszik rajta, vagy hogy az alapigénk szavával éljek, felnő az ember életében, felnőhet az ember életében. Tehát nem azt mondhatjuk erre, hogy ez egy cselekedet, hanem inkább egy állapot, a keserűség. És felfigyeltem arra, hogy a Szentírásban milyen gyakran visszaköszön az ettől való óvás, gyakran ismétlődő kifejezésről van szó, tehát ez is arra mutat, hogy nagy veszély ez az emberre nézve. Sokkal nagyobb veszély, mint ahogy gondolnánk, és ahogy talán egy picit lekicsinyeljük, mondom, ezekhez a klasszikus bűnökhöz képest, mint hogyha azoknak a kísértése lenne az ember életére az igazi veszély, a keserűségre meg talán nem is gondolunk. Ott mondom még egyszer, számomra a Szentírásból is, meg a hétköznapi tapasztalatokból is azt köszön vissza, hogy a keserűség talán még sokkal nagyobb, tehát a keserűségnek a kísértése még sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint ezeknek a klasszikus bűnöknek a kísértése. Most az alapigénk is utal rá, még hogyha burkoltan is, hogy a keserűség mindannyiunkat megkísért. Tehát ez alól nincs kivétel, így vagy úgy, ilyen vagy olyan módon mindenki küszködik vele. A következő részlet tükrözi ezt az alapigénkben, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén. Tehát a felnövekedésétől óv az apostol, és ezzel kimondatlanul azt is állítja, hogy a keserűség gyökere, ezt tetszik, nem tetszik, ott van az emberi életben. Tehát erről nem tehetünk, egész egyszerűen azért, mert olyan világban élünk, ami elkeserítő körülményeket tartalmaz, elkeserítő dolgok történhetnek velünk, vagy vehetnek körül bennünket, tehát a keserűség gyökere ott van. Erről nem tehetünk,
De mitől óv az apostol? Még egyszer figyeljük meg azt, hogy a felnövekedésétől. Tehát, hogy ez a gyökér felnövekszik az életünkben, elkiteljesedik, elterebélyesedik, ez viszont már a mi felelősségünk. Tehát még egyszer, hadd mondjam, így vagy úgy mindenki küszködik a keserűséggel, egész egyszerűen azért, mert elkeserítő dolgok történnek is mindenkivel, ezt nem lehet a végtelenségig kikerülni. Tehát a keserűség gyökere ott van, de amire nekünk kell vigyázni, hogy ez fel ne növekedjen az életünkben, ki ne teljesedjen az életünkben. Nézzük meg ezek után, hogy mit jelent közelebbről maga a megkeseredés, vagy a megkeseredettség, amiről beszélünk. Milyen a keserű lelki állapot? Érdekes, hogy a Biblia nem körülírni próbálja, hogy definiálni az alapigényben, hanem egész egyszerűen egy rossz ízhez hasonlítja. Én te azt mondanám, hogy ettél már keserű ételt? Na, ilyen a keserű élet is, vagy a keserű lelki állapot is, amilyen az ételnek az íze. Mint azt mondaná ezzel, hogy az ételünket, és hasonlóképpen az életünket is ízek hatják át. És hát a nagy kérdés az, hogy nem csak, hogy az ételünk íze milyen, hanem hogy az életünk íze milyen. Kellemes, édes, vagy savanyú, keserű? Javadok, tehát ez a nagy kérdés. De elmondhatjuk, hogy általában szeretünk enni, és hadd vonjam még egy picit tovább ezt az étel és élet párhuzamot. Tehát, hogy szeretünk enni, ugye finom ételeket ízlelni, és hát ez tényleg kegyelem, hogy Jóisten úgy teremtett meg bennünket, hogy az evés az nem valami, hogy mondjam, ilyen szükségszerű kényszer, ja, már megint enni kell, hanem ugye muszáj is, de hogy az ember mégiscsak örömmel étkezik, eszik. De vannak olyan emberek sajnos, hogy eljuthatnak emberek betegség, vagy akár éppen a megkeseredés, a depresszió folytán oda, hogy az evés már kényszert jelent számukra. Hát nem azért tesznek, mert úgy általában is jó enni, hanem mert muszáj. És visszatérve ugye a keserű ízre, egy rosszul sikerült étel, egy keserű étel az emlékeztethet bennünket arra, hogy enni az nem mindig öröm, hanem lehet kényszer is. És most érek vissza az életre, az élettel is hasonló a helyzet. Ugye élünk, talán örömmel, vagy remélhetőleg örömmel élünk, jó dolog élni, így teremtette meg az Isten az embert, hogy szeressen élni, de bizony eljuthatnak oda emberek, hogy az életet is kényszernek érezzék. Egy nagyon érzékletes illusztrációt hadd idézek a Bibliából, a szenvedő Jób kiált fel így: lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Ja, keserű élet. Hozzáteszem azonnal, Jobot nem akármilyen hát próbatétel érte, erre majd a későbbiekben szeretnék kitérni. Aztán a megkeseredett Salamon király is egy érzékletes képpel világít rá erre az életre, vagy a megkeseredett lelki állapotra. A Prédikátor könyve 5. fejezetének 17. versét idézem. Itt egy olyan emberről fest mint egy képet elénk, aki az ő teljes életében sötétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Egy picit időzzünk ennél a képnél, próbáljuk magunk elé képzelni. Ott ül egy ember a sötétben és eszik. Tehát nincsen vidám asztaltársaság, arra se méltatja ezt az alkalmat, hogy gyertyát gyújtson, vagy világosságot teremtsen. Mind szépen terített asztal. Tehát teljesen az jön át ebből a képből, hogy a sötétben eszik sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással, hogy számára az étkezés tényleg már csak ugye a fizikai szükségletnek a biztosítása, és nem az öröm, ami egyébként vele jár. És mondom, így érzem, teljes a párhuzam ilyen módon az ízek, az étel és a megkeseredett élet között. Egy élet is torkolhat ebbe a nem kívánatos végletbe, hogy az ember él, mert muszáj, de nincs öröme, hanem ez
ez a sokszori harag, keserűség és búsulás hagyja át. Kedves gyülekezet, hogy próbáljuk meg, hogy nevezni a dolgot, hogy mit jelent közelebből a megkeseredettség. A keserűség, a megkeseredettség, tehát az életünknek a rossz íze, a keserű élet, tulajdonképpen boldogtalan élet, és lehet, hogy meglepő lesz, de így is nevezhetném, hogy egyfajta bűnös boldogtalanság, vagy vétkes örömtelenség. Mondom, tudom, hogy szokatlanok ezek a szó összetételek, mi az, hogy bűnös boldogtalanság és vétkes örömtelenség, de mégiscsak erről van szó, és a Biblia lapjain ezt köszön vissza, hogy bűn az, vagy rossz az, hogyha az ember a még oly sokféle baja ellenére is nem találja meg a boldogságnak, a megelégedettségnek a keskeny útját, nem tanuljuk meg hathatósan keresni az Isten kegyelmét az esetleges bajaink közepette is. Nézzük meg ezek után, hogy hogyan alakul ki a keserűség, hogyan alakulhat ki a keserűség egy ember életében. Megint az alapigénkre szeretnék visszamutatni, a felnövekedik igét találjuk itt. Tehát a keserűség gyökere, ami felnövekedhet egy ember életében. Most ezt az igét a Szentírás, így mondom, inkább az új szövetség, ugye a görög, az új szövetségi görög nyelv főképp növényekre használja. Tehát, hogy növények növekednek, ezt az igét használja az alapigénkben a keserűség gyökerének a felnövekedésére is. Megjegyzem, a gyökér szó is ezt a növény hasonlatot erősíti. Vagyis, mit mond ezzel az ige? Azt, hogy a keserűség nem hirtelen nő fel, nem ilyen forradalmi gyorsasággal, hanem lassan alakul ki, mint ahogy egy növény növekszik, vagy stílusosabban azt kellene mondanom inkább, hogy egy gyomnövény növekszik. Jézus ugye beszélt a tövisekről, amik megfojtják egy ember életében az evangéliumi üzenetet. Ez is arra mutat, hogy az igény megfojtó tövisek, erre majd a későbbiekben szeretnék visszatérni. De akkor még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a keserűség kialakulása tehát lassú, fokozatos. Olyan lassú, hogy napról napra talán nem is látszik, mint ahogy egy növény növekedése sem feltétlenül látszik napról napra, de vannak azért gyorsabban növekedő növények, amelyek esetleg tényleg napról napra látjuk, hogy növekszik. De a legtöbb növény talán nem ilyen, és a keserűség is ilyen, hogy mondom újra, nem ugrásszerűen keseredik meg valaki forradalmi gyorsasággal, hanem talán évek, sőt évtizedek leforgása alatt egyik napról a másikra észrevehetetlenül, de a végeredmény tekintve, és megint hadd hivatkozzam vissza a növényekre, hogy egy idő után rácsodálkozik az ember, hogy hát itt áll ez a fa, mekkorára nőtt, és hogy megkérgesedett az oldala, vagy a törzse. Tehát a végeredmény tekintve a keserűség ilyet is ilyen, hogy egyszer csak ott van, letagadhatatlanul, masszívan, mint egy gyökeret vert, egy nagyra nőtt, megkérgesedett, megkeményedett fa. Mondom még, hogyha a kialakulása az lassú is, gyakran észrevehetetlen, hogy lassú is. Ugye meg, mint a megbújik a maga földben egy növény magja, úgy a keserűség gyökere, és az ember nem vigyáz rá, nem fogadja meg az alapigény tanácsát, akkor ez fejlődésnek indul, és először talán csak azt érzi valaki, hogy nyomasztja belülről valami, nem is tudja megfogalmazni, csak érzi, hogy nem jó valami felett nem tudott napirendet érni, mint egy emészti rágja belülről. Ugye aztán, hogy halad előre ennek a növekedése, úgy kezd el az ember élete e körül forogni, e körül a keserűség, vagy megkeseredettségre okot adó dolog körül, és végül már tényleg eljuthat oda valaki, hogy ez tördi ki az életét, e körül zajlik mindene, úgy érzi, hogy esetleg ő ellene már kifejezetten összefogtak a körülmények,
ő vele több méltánytalanság történik, igazságtalanság másokkal, mint hogyha mindenkinek az lenne a célja, hogy őt megalázzák, eltiporják, és így tovább. Tehát ha valaki ide eljut, ez már sajnos a keserűség gyökerének a masszív felnövekedettsége, ugye elégedetlenségen, önsajnálaton, csüggedésen, önmagunk körül pörgésen, depresszión keresztül vezet ide az út, vagy éppen az indulatokon, a haragon, a dühös dúlás-fúláson keresztül, de bizony az ember eljuthat ebbe az állapotba, amitől az apostol az alapigényben a megkeseredés, a masszív megkeseredettség állapotába. Ám, kedves gyülekezet, a keserűség felnövekedésének még nincs ezen a ponton vége. Ugye, ahogy az alapigényben olvassuk, ez átterjed utána másokra. Tehát egy ember megkeseredik, nem állít meg a folyamat, hanem utána még sokan megfertőztetnek ettől. Erre a későbbiekben szeretnék visszatérni. Most azonban tegyünk egy kis kitekintést a következőkre. Figyeljünk fel arra ugyanakkor, tehát a keserűség felnövekedését egy növény felnövekedéséhez hasonlítja a Biblia, tehát ugyanakkor a Szentírás az ige növekedését is az ember belső világában ugyanúgy a növények növekedéséhez hasonlítja. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a növény növekedés egy kettős jelkép. Gondoljunk például a mustármag példázatára, vagy az elvetett mag példázatára, idézném is. Úgy van az Isten országa, tanította Jézus, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Figyeljétek meg, ugyanúgy az időnek ez a gyakran nem is érzékelhető múlása, éjjel és nappal, ugye az ember lefekszik, fölkel, alszik, ébren van, és egyszer csak azt látja, hogy felnövekedett az ige magva, és hát mondom, ebben a növekedésben érdekes azt megfigyelni, hogy mint a teljesen hasonló lenne a keserűségnek a lehetséges felnövekedéséhez. Vagy még egy példázatot, sőt, még két példázatot is említhetnék, ahol kifejezetten párhuzamba állítja az ige a jó növény meg a rossz növény növekedését. A búza és a konkoly példázata tipikusan ilyen, vagy a magvető példázatában a tövisek közé esett mag esete. Ez így hangzik, némely mag esett a tövisek közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Tehát kedves gyülekezet, azt mondhatjuk, hogy a végső soron kétféle magvetés érné az életünket ebben a világban. Egyfelől az Istennek a jóra intő, bátorító, reményt adó befolyása, ez tartalmileg az ige magva, másfelől viszont a keserűségnek a magvai, a keserűség gyökere, a különböző körülmények, majd ezekről is szeretnék részletesen beszélni, de azok, amelyeket összefoglalóan úgy nevezhetnénk, hogy amik el akarnak tántorítani attól a reménységtől, amit az evangélium közvetít. Na most ez önmagában még nem nagy bölcsesség, hiszen ugye ki ne tudná még akár bibliai ismeret nélkül is, vagy hogy mondjam, hívői elköteleződés nélkül is, hogy kétféle hatás, vagy alapvetően kétféle hatás érheti az ember életét, jó és rossz hatások. Úgy vélem, hogy ami többlet tanítás itt megjelenik ebben a növények növekedéséhez való hasonlításban, az a lassúság. Tehát amiről beszéltem, amit próbáltam ecsetelni, a lassú kibontakozás. Tehát, minthogyha a lelkünkben, a bensőnkben, a belső világunkban kétféle növény növekedne a maga lassú módján, de ezek mégiscsak, furcsa lesz a kifejezés, de halálos versenyfutásban lennének egymással. Mondom, furcsa a kifejezés, hogy két növény versenyfut egymással, de bizony megint a természet világára hivatkozhatnék, ahol tényleg erről van szó, hogy
növények, ha lassan is, de versenyeznek, és életre halálra versenyeznek egymással, melyik tud a másik fölé nőni, amelyik elfogja a másik elől a fényt, az marad életben, a másik pedig elpusztul. Tehát, mint hogyha az ember belsőjében is valami hasonló folyamat zajlana, az Istennek a befolyása, a remény, a derű, a reménykedés tud magasabbra nőni, tud a másik fölé nőni, vagy a megkeseredésre okot adó körülmények, azok, amelyek az emberek kedvét elveszik, megmétejezik az élet kedvét, ez fog a másik befolyás fölé nőni. Ez a nagy kérdés, és mondom még egyszer, a többlet tanítás abban rejlik, hogy nagyon lassú ez a folyamat, ami nagyon könnyen félrevezeti az embert. Ugye megint csak nem új dolog, legalábbis Bibliát ismerő embereknek, hogy ebben a világban, a mi világunkban egy nagy küzdelem zajlik. Úgy az emberi történelem egészét tekintve, mint minden egyes ember bensőjében. Ja, mi ez a nagy küzdelem? Az Isten küzdelme, a szeretet küzdelme, az önzéssel, így is mondhatnám, hogy az Isten erkölcsi rendjének a küzdelme, az önzés a bűn értékrendjével, tehát a mi világunkban ez a különös erkölcsi háború zajlik, küzdelem zajlik, de egyszer sem minden ember bensőjében is zajlik ez. És ez a tanítás a keserűségről, illetve a növényekkel való példázása a felnövekedésének, tehát annyit tehet hozzá ennek erről a küzdelemről szóló bibliai tanításhoz, hogy van ennek a nagy küzdelemnek egy olyan frontvonala is, ami nagyon lassan alakul, ami nagyon lassan bontakozik ki. Tehát ez nem minden, ugye az emberben zajló nagy küzdelmet tekintve, erkölcsi küzdelmet tekintve, sokszor más. Tehát ugye ki ne tapasztalta volna, amikor valami rosszat tesz, vagy nehéz erkölcsi döntést készül meghozni, és a lelkiismerete olyan ütemben sürgeti, vagy tiltakozik valami ellen, hogy még a berejték is kiveri az embert. Ugye ez egy forradalmian heves frontja a nagy küzdelemnek. De mondom még egyszer, a keserűség kérdése az nem ilyen. Az nagyon lassan bontakozik ki, és a veszélye talán pont ebben rejlik, nem akarom nézést többször ismételni magam, hogy amiért lassan alakul, ezért nem figyelünk fel rá. Vagy nem figyelünk fel rá időben, csak akkor, amikor már azon vesszük észre magunkat, hogy megkeseredtünk. Esetleg még azt se vesszük észre, hanem a környezetünkben levők, az még rosszabb, környezetünkben levők veszik észre, hogy keserű emberekké váltunk. Tehát, hogy nehogy ez bekövetkezzen, ettől úgy az alapigény, többek között ezzel, hogyha helyesnek találjátok ezt az okfejtést, hogy figyeljünk oda már akkor a keserűségnek az elindulására, amikor még nem keseredtünk meg, amikor még visszafordítható ez a folyamat, amikor még visszanyerhető az életked, a derű, a reményteljes életszemlélet. Tehát melyik növény, megint visszatérve erre a képies párhuzamra, melyik növény szorítja ki a másikat az ember bensőjében, az Isten bátorító, reménytadó, megjobbító beszéde, vagy pedig az elkeserítő dolgok, a keserűségnek a magvetése. A lassú kibontakozás ellenére is ennek a küzdelemnek óriási, sőt azt mondhatom, életbe vágó a fontos a tétje. És nézzük meg ezek után, hogy mi lehet a keserűségnek a gyökere, azaz mi lehet a keserűségnek az oka, amiből felnövekedhet, kiteljesedhet a megkeseredés egy ember életében. Megint szeretnék visszamutatni az alapigényre, de ilyen kifejezést találunk, hogy a keserűségnek bármely gyökere, tehát nehogy felnövekedjen a keserűségnek bármely gyökere, itt ez a bármely szócska a hangsúlyos, mert mit mond ezzel az apostol, mi lehet az oka? Ez ugye nagyon sokféle oka lehet. Bármely gyökere, azt fejezik ki ezzel, hogy sokféle oka lehet a megkeseredésnek, amiért egy ember megkeseredhet.
Most, hogy mégis némileg rendszerezzük, vagy kategorizáljuk ezeket az okokat, úgy vélem, hogy bátran visszanyúlhatunk Jézusnak a magvetőről szóló példázatához, amit idéztem is már röviden, mégpedig a tövisek közé esett mag példájához, mert itt Jézus nevesít bizonyos dolgokat, hogy mik lehetnek a tövisek, amik megfojtják az Isten magvetését. Mondom, hogyha helyes ez a párhuzam a keserűséggel, akkor jó helyen keresünk, hogyha a keserűség okait is valahol itt próbáljuk beazonosítani, vagy itt is legalábbis, amiket Jézus sorol. És akkor szeretném idézni, két evangéliumban is megtaláljuk ezt a példázatot, és érdekes, hogy a két evangélium, vagy a két evangélista kiegészíti egymást, tehát majd látni fogjuk, hogy az okok kapcsán különböző dolgokat is mondanak, tehát ilyen módon kiegészítik egymást. Először tehát Márk evangéliumából a 4. fejezet 18. versétől idézném. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, és akkor figyeljünk, de a világi gondok, a gazdagság családsága, és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfogyják az igét, és gyümölcstelen lesz. Lukács evangéliuma, 8. fejezet, 14. vers, ezt még kiegészíti a következővel, az élet gyönyörűségeitől megfojtatnak. Tehát az Isten által vetett maguk az ige, az élet gyönyörűségeitől is megfojtathatnak. Úgy vélem, hogy nagyon meglepő ez az okfejtés, vagy ez a tanítás. Én azt gondolnánk talán első nekifutásra, hogy az, hogy egy ember megkeseredik, az minden bizonnyal az ennek az oka, vagy az lehet ennek az oka, hogy nagyon súlyos csapások érik. Tehát nem tudom, hogy betegség, vagy a szeretteinek az elvesztése, vagy valami tényleg valami súlyos, tragikus történés. És a Jézus Krisztus, illetve az evangéliumok nem ezt mondják, nem ez a fő oka a megkeseredésnek, és ezért mondom, hogy meglepő lehet, bár ott van a világi gondok is, tehát legyünk igazságosak, ez is szerepel a felsorolásban, majd erre is szeretnék kitérni, de sokkal nagyobb tér jut ilyeneknek, hogy a gazdagság családsága, bizonyos dolgok kívánsága, illetve az élet gyönyörűségei. Tehát mondom még egyszer, meglepő lehet, de ebből az tükröződik, és legalábbis az én tapasztalataim is ezt támasztják alá, hogy sok ember nem azért keseredik meg, mert olyan súlyos csapások érik, vagy olyan nagy próbák következnek be az életében, hanem az, hogy valamit szeretne, valamit kíván, és mivel nem teljesedik a kívánsága, ezért belekeseredik. Tehát nem nagy dolgokról van szó ilyen értelemben, sőt olyan dolgokról, amik első látásra még vonzóak is, tehát a gazdagság például egy klasszikus kívánság, amit nagyon sok ember kíván, látja a másiknak megvan, nekem is jár, nekem miért nincs meg, és ha sokáig morfondírozik ezen, rágódik ezen, eljuthat oda, hogy belekeseredik. És akkor itt tényleg az élet különböző gyönyörűségeinek a kívánása esetleg nem adatik meg, vagy nem olyan mértékben, mint ahogy az ember szeretné, és ebben bizony nagyon sokan belekeseretnek. Most a Biblia ismer erre a kívánságra nézve egy erősebb kifejezést is, és hát bizonyára mi is ismerjük, ez az irigység. Tehát amikor az ember nem csak kívánja ezt vagy azt magának, hanem kifejezetten irigykedik miatta, és aztán itt tényleg sorolhatnánk, hogy mennyire jellemző például, hogy kezdjük a sort a másik gazdagsága miatt irigykedni, de hát az ember páratlanul leleményes, hogy mi miatt tud irigykedni a másikra, kimeríthetetlen lenne a felsorolása a másik szerencséjére, a másik munkahelyi beosztására mondjuk, vagy előmenetelére, esetleg a képességeire, az eredményeire,
férjére, feleségére, vagy éppen a fiatalsága miatt lehet irigykedni a másikra. Egy szó mint száz, a Biblia az irigységnek ugyanolyan belülről elemésztő hatást tulajdonít, mint amit a keserűség is elvégez az emberben, rombolást. Idéznék is egy igét erre nézve, hogy amíg a szelíd szív a testnek élete, mondja Példabeszédek könyve, addig az irigység a csontoknak a rothadása. Tehát belülről emészti el az ember, ilyen módon teljesen párhuzamos a keserűséggel. Aztán Jakab apostol is hasonlóképpen ír, ha pedig keserű irigység és cívódás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Tehát figyeljük meg, itt közvetlenül is összeköti az apostol az irigységet a keserűséggel, és mintha azt mondaná, vagy nem, mintha azt is mondja, hogy a terápiának ez ellen az első lépése az, hogy ismerjük be. Tehát a legrosszabb az, amikor valaki kesereg, irigykedik, belül ilyen-olyan kívánságokat táplál, ami valamiért elérhetetlen, kifele meg eljátsza mondjuk a jó keresztényt, a jó hívőt, és ilyen módon nem csak másokat téveszt meg, de legelőször is saját magát téveszti meg, mert az ember könnyen elhiszi magáról, hogy ő igazából azzal a jó képpel azonos, amit kifele mutat, és nem azzal, ami benne dúl, belül dúl. Tehát mondom még egyszer, a terápia első lépése is megtalálható itt. Az ember vessen számot önmagával, önmaga előtt legyen őszinte, és hogyha eljut ide, akkor aztán, tehát hogy nekem ilyen és ilyen kívánságaim vannak, ilyen és ilyen nem kívánatos irigységet táplálok esetleg magamban, és ezt be tudja ismerni, akkor aztán már jöhet a második lépés, hogy jó, és akkor hogyan haladjuk ezt meg, hogyan tegyünk ellene, hogy ne ez határozza meg az életemet, ne ez határozza, dominálja az életünket, hanem más emberekké legyünk, olyan emberekké, amivé egyébként a Biblia is hív minket lenni. Most a keserűség gyökere, azaz okai kapcsán végül szólni kell a világi gondokról is. Ugye olvastuk a jézusi felsorolásban, és hát mondom, ha igazságosak akarunk lenni, nem hagyhatjuk ki, mert azért vannak olyan emberek is, akik tényleg azért keserednek meg, mert nagy próbatétel éri az életüket. Nagy csapás, nagy megpróbáltatás, vagy akár nevezzük világi gondoknak, mint hogy Jézus nevezte ezeket. Itt szeretnék megint visszatérni arra, amiről volt már szó, hogy olyan világban élünk, melyben tetszik, nem tetszik, de ott van annak a kockázata, sőt ez a kockázat igen gyakran be is teljesül, tehát realizálódik, hogy az emberrel keserű dolgok történnek meg. Olyan dolgok, amiket nem szeretünk, amik rosszak, amiket legszívesebben kihagynánk. De úgy vélem, hogy annál súlyosabb a figyelmeztetés, hogy Jézus ezeket a dolgokat ugyanúgy az igét megfojtó tövisek közé sorolja. Hát mintha azt mondaná ezzel, hogy ez nem felmentés, vagy ez nem teszi jogossá, elfogadhatóvá megkeseredést. Nincs jogos megkeseredés, hogy így mondjam. Nincs ilyen, hogy valaki azt mondhatná, vagy valakire azt mondhatná, hogy hát teljesen helyén való, hogy ez az ember megkeseredett, mert olyan súlyos dolgok történtek vele. Tudom, hogy furcsa ez, amit mondok, illetve nem is én mondom, ezért bátorkodom csak mondani, mert tulajdonképpen ezt nem én mondom, hanem az Isten mondja, vagy a Biblia mondja, hogy nincs ilyen, hogy jogos megkeseredés. Hát, te tényleg jogosan keseredtél meg. Gondoljunk itt Jóbra, akit aztán tényleg különleges próbák és kikéretésért, és még az ő esetében sem volt ez elfogadható, hogy megkeseredett volna. Ugye a könyv végén Jóbot is megfeddi, megdorgálja az Isten, inkább így mondom, és Jób magára veszi a feddést. Még egy ilyen élet, ilyen szélsőséges élethelyzetben sem elfogadható a megkeseredés. Mert az kedves dolog, idézem most Péter második leveléből, ha valaki
Istenről való meggyőződésért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert másfelől micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, az kedves dolog Istennél. És még egy dolgot szeretnék idézni, ez nem bibliai idézet, de úgy vélem, hogy nagyon találó. Napjainkban a világméretű igazságtalanságok összeszövetkeznek a mindennapi élet apró, de nem kevésbé bosszantó igazságtalanságaival. Gondoljuk meg ennek az állításnak a tartalmát, a súlyát. Ugye a napjainkban a híradás az olyan sebesen működik, hogy egyszerre értesülünk a világ bármelyik részén bekövetkező nagy igazságtalanságról, és ugyanakkor a velünk, ami szűkebb, hát univerzumunkban vagy környezetünkben történő igazságtalanságokkal egyszerre szembesülünk, ami közvetlenül érnek. Ugye régen talán az a könnyebbség megvolt, hogy hát akkor is érték az embert különböző bosszantó, elkeserítő dolgok, de legalább nem értesült ugye a fény sebességével szinte a világ egészébe következő dolgokban. Na most a mai modern, vagy inkább így mondom, hogy posztmodern ember életében ez egyszerre töményen jelentkezik. Tehát mintha a mi világunkban vagy a mi életünkben ezért a megkeseredés az egy felfokozott, egy különleges kísértés és a neki való ellenállás pedig kihívás lenne. Tehát még egyszer, nincs jogos megkeseredés. Hadd mondjam el, hogy én bennem különös tiszteletet ébreszt az, amikor látok olyan emberekkel riportot, hogy szoktak vetíteni, ilyen idősebb, ma már idősebb egyáltalán, még élnek ezek az emberek, tehát olyan emberekkel interjút, akik túlélték a történelemnek a nagy kataklizmáit, jelesül például megjárták Auschwitzot, vagy mondhatnám a szibériai táborokat, de akár a magyar gyűjtőtáborokat is, a történelemnek a múlt század közepére első, ugye nagyon-nagyon leterhelt korszakában. És azt látom ezeken az embereken, azt látom róluk sugározni, hogy nem keseredtek bele ebbe. Tehát még egy koncentrációs tábort is túl lehet úgy élni, hogy nem keseredik bele az ember, nem uralkodik el rajta a gyűlölet az egykori kínzóival szemben. Nagyon különösen érdekes volt hallani, most nemrég adták, vagy interneten közölték le a riportot egy olyan hölgyel, aki túlélte a koncentrációs tábort, pszichológus lett utána, és nagyon szép kort élt meg, talán épp a napjainkban halt meg, és azt mondta, hogy ő rájött arra, hogy ahhoz, hogy teljes életet tudjon élni, tehát ne engedje magát megnyomorítani, már túlélőként ne hordozza magában ezt a rettenetes hatást, ahhoz arra van szüksége, hogy meg tudjon bocsájtani. Meg tudjon bocsájtani az egykori kínzóinak. Nem is feltétlenül azért, mert azok közül mondjuk mindenki megbánást mutatott volna, vagy esetleg bocsánatot kért volna, hanem maga miatt el kell tudnia engedni a dolgot. És mondom, legalábbis mellette szól, hogy hát közel 100 élet élt meg, és egy kiteljesedett életet tudott élni. És tényleg üdítő látvány látni ezeket az embereket, ha valakiknek, akkor nekik lett volna okuk megkeseredni, ha ők nem keseredtek meg, akkor hadd mondjam így, nekünk is kell legyen esélyünk, hogy kevésbé súlyos kínzás vagy próbák és kihívások közepette mi nekünk sem szükségszerű, hogy megkeseredjünk. A keresztény küzdelem és győzelem tehát éppen ebben áll legfőképpen, hogy még a valós sérelmet, a bántást, az igazi bántást is lehet úgy elszenvedni, hogy az embernek nem ez körül kezd el forogni az élete, nem keseredik ezekbe a dolgokba bele, hanem kitart a reménységben, várja az Istennek a vigasztalását, az Úrnak az érkezését.
Kedves gyülekezet, ezzel szemben milyen következményekkel jár viszont az, hogyha a keserűség gyökere mégis felnövekszik, megint térjünk vissza az alapigénkhez, egyszer s mint ahhoz az utalásomhoz, hogy majd szeretnék visszatérni a folytatáshoz, amikor egy ember megkeseredik, de nem áll meg itt a folyamat, hanem mint egy fertőzés terjed tovább. Tehát így ír az apostol, ezt olvassuk az alapigénkben, a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát ettől óv. Vagyis a keserűség következményei, a megkeseredés következményei túlnőnek az egyes emberen, a megkeseredett emberen. Sokan megfertőztetnek. Olvassuk, vagyis, hogy egy járvány, egy fertőző betegség hatékonyságával tud terjedni a keserűség is. És egy pillanatot időzzünk ennél a megzavar igénél is, ugye felnövekedvén sokakat megzavarjon, illetve megzavarjon a keserűség gyökere, ezáltal sokan megfertőztessenek. Első hallásra olyan ártatlannak tűnik ez a megzavar ige, de ha hozzávesszük azt, hogy másutt a Biblia ugyanezt az igét egy olyan szövegkörnyezetben használja, például Lukács 6.18-ban, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Tisztátalan lelkek gyötörtek, tehát itt a gyötörtek ige ugyanaz, mint az alapigényben a megzavar ige. Tehát magyarán démoni gyötrésről van szó, ha ezt hozzávesszük, akkor már nem annyira ártatlanul hangzik ez az ige. Tehát nagyon súlyos dologról van szó, nagyon súlyos zavarról van szó, gyötrelemről van szó, amit ez okozhat egy közösségben. Legyen ez a közösség akár egy család, mondjuk akár egy munkahelyi közösség, ahol egy ember megkeseredik, és utána a keserűsége árad át a többiekre, vagy éppen egy gyülekezet. Ja, elsősorban éppen a gyülekezetről van szó, erről beszél az apostol, és ennek a keserűségnek a gyülekezetben bekövetkező hatásaitól óv. Tehát mi a folyamat? Picit összegezzük, vagy tekintsük át. Egy valaki ugye felnő a keserűség gyökere, megkeseredik, és aztán ez a keserűség átterjed másokra, megfertőz másokat is. Nem arról van szó, szeretném hangsúlyozni, hogy valaki, aki megkeseredik, az annál ez úgy jelentkezne, hogy mondjuk elkezdi tételesen tagadni azokat az igazságokat, amit a közösség vall és elfogad. Nem. Ez egy sokkal finomabb jelenség, és sokkal kifinomultabb arról. A keserűségnek a csatornái, a leghatékonyabb csatornája talán a bántó, a gyilkos szavak. Ezek által fertőz, és hangsúlyozom úgy, hogy formailag teljesen rendben levő szavak lehetnek. Tehát nem arról van szó, hogy valaki, mondom, tételesen elkezdene tagadni mondjuk hitigazságokat, vagy elkezdene durván káromkodni mondjuk, vagy szitkozódni. Ugye valaki ilyet tesz, akkor legalább rajta látszik, hogy hát igen, ő dühös, ő megkeseredett. Nem. Nagyon gyakran, és ezt tényleg megfigyeltem, hogy a megkeseredett ember az valami ördögi tehetségre tesz szert, hogy formailag támadhatatlanul tud beszélni, de mégis a szavai kés szúrásokként hatnak. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz, mondja példabeszédek könyve is, de a bölcseknek nyelve orvossá. Tehát ez a törzszúrásokhoz hasonló szavak, és mondom, ezek gyakran be vannak csomagolva, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül ordító az a beszédbeli, hogy mondja, modortalanság, sőt kifejezetten modoros a beszéd az illetőnek. De hadd idézek további igeverseket is erre nézve. A 64. Zsoltár 4. verse beszél olyanokról, akik megélesítik nyelvüket, mint a szabját, irányozzák nyilukat, keserű beszédüket. Figyeljük meg, ugyanúgy a keserű beszédről van szó, irányoznak, tehát hatékonyan, nem törve és zúzva, mint egy cél nélkül mondják ki a szavakat, hanem irányozzák keserű beszédüket, mint a megélesített szabját vagy nyilat.
Aztán még egy igevers, a Római Levél 3. fejezetének 14. verse. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspistígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Tehát mondom, a keserűség fertőzésének vagy terjedésének talán a leghatékonyabb csatornája a beszéd, a keserű szavak elmondása, a másokat direkt megsebezni kívánó szavaknak a kimondása. És külön kiemelném alapigényből ezt a szót, hogy sokan, sokan megfertőztethetnek ezáltal. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy hatékonyan működik a keserűségnek a fertőzése. Világosan óvott ettől már az Ószövetség is, ahogy utaltam a bevezetőben rá. Számomra meglepő volt egyébként, hogy hány helyen köszön vissza a Bibliában ettől a talán nem súlyos dolognak gondolt lelkiállapottól való óvás. Tehát egyet, ha idézek most Mózes 5. könyvéből a 29. fejezet 18. versét. Vaj, ha ne lenne köztetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elforduljon a napon az Úrtól, ami Istenünktől, vaj, ha ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. Figyeljük meg a hasonlat szó szerint is, ugyanaz, mint az alapigényben, ez a bizonyos méreg és ürömtermő gyökér, vagy a keserűség gyökere, ami felnövekszik. Kedves gyülekezet, zárszóként, hogy a lezárás, együtt gondolkodásunk lezárásához érkezve, úgy vélem, hogy mindezek fényében, tehát az eddig elhangzottak fényében, értjük meg igazán alapigénynek a leghangsúlyosabb elemét, a felhívást. Ugyanis ne felejtsük el, az alapigénk egy felhívás, így kezdődik vigyázván, tehát vigyázzunk arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, és ha ne idézzem fel az egész alapigét, ez a fő megszólítás benne, vigyázzunk. Érdekességként mondom, hogy itt az episzkópeó görög szó szerepel, ugye ebből jön a püspök szavunk, így magyarítva vagy magyarított kiejtéssel, tehát ez a felvigyázó, a felügyelő, mondhatnám kicsit humorosan, hogy ilyen értelemben mindnyájan püspökök vagyunk, mindnyájan felvigyázók, vigyázók vagyunk. Legelső sorban is a saját lényünk, a saját belső világunknak a felvigyázói, de a másik embernek a felvigyázó, jó értelemben mondva, aki odafigyel a másik emberre. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Idézhetem megint a példabeszédek könyvét, arra nézve, hogy legelőször is önmagunkra kell vigyáznunk, a keserűséggel szemben is. Tehát ügyeljünk a szívünk állapotára, a belső világunk, a gondolataink, az érzéseinknek a minőségére, és mondom még egyszer, az kivéthetetlen, hogy az embert olykor meglegyítse, átsuhanjon rajta a keserű lelkiállapot. Ilyen világban élünk. De abban már felelősségünk van, hogyha ez az állapot, ez úgy maradandó lakozást nyer bennünk, megtelepszik rajtunk. Talán ide is vonatkoztatható Luthernek az a szellemes hasonlata, hogy arról nem tehetek, ha a madár átrepül a fejem fölött, de arról, hogyha a madár fészket rök a fejemen, arról már tehetek. Tehát felelősek vagyunk a gondolataink, az érzéseink minőségéért, milyen gondolatokat tűrünk meg magunkban, milyen érzéseket tűrünk meg és ápolgatunk magunkban. Mondom, az a visszás dolog is megtörténne, mondom, ezt egy picit megint a növényhasonlatra visszatér, ugye senki nem csinál, hogy a kertjébe egy gyom növény szépen kapálgat, meg öntözget, minél nagyobbra nőjön, de az a visszás dolog megtörténik, a keserűség, ugyanezt a gyom növényt, a keserűség gyökerét meg sok ember ápolgatja meg, mint a direkt nagyra akarná növeszteni, de szándékosan annál időzik, pörög, rágódik körülötte. Tehát, na ez az, amit ne tegyünk.
Ide sorolnám még a házastársi kapcsolatban, és találunk egy nagyon kifejező igét, hogy férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Talán még ez is ide vonatkozik, hogy az ember saját lelki állapota, vagy inkább így mondom, hogy saját házatáján őrködjön. De ugyanakkor a másik emberért is van felelősségünk, a testvérünkért, a gyülekezetben, vagy akár a családban, a munkahelyen, és mindenféle emberi közösségben is, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, vagyis meg ne keseredjen. Ugye őrizői vagyunk az atyánk fiainak, mondhatnám Káin szavát visszafordítva, ugye ő tette fel ezt a hegyke kérdést Istennek, miután megölte Ábelt, és megkérdezte Isten tőle, hogy hol van a te atyád fia, Ábel. És ilyen pimaszul visszaválaszolt, őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Isten nem mondja ki a választ, de ott van, igen, őrizői vagyunk egymásnak, vagyis felelősségünk van egymásért, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon odafigyelni a másikra, a mai Biblia tanulmányban épp erről is beszéltünk, a gyámolításnak a lelki ajándéka, vagy tehetsége, amit hát valamilyen szinten mindannyiunkban ki kell, hogy fejlődjön, ki kell fejlesztenünk magunkban, hogy tudjuk a másikat vigasztalni, egyáltalán észrevenni, hogyha vigasztalásra szorul, és idézném az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezetének 31. versétől, mert nagyon ide kívánkozik: minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Mielőtt folytatnám, hadd mondjam, hogyha fellapozzátok az igét, akkor a sort azt látjátok, hogy Károlyi fordításában nem a keserűség nyitja, hanem a mérgesség. Szeretném elmondani, ugyanaz a kifejezés szerepel itt, mint alapigényben, a keserűség. Ezért javítottam így a fordítást, mint ha azt mondaná ezzel az ige, hogy igazából a legtöbb baj abból indul ki, nem azért, mert nekünk annyira, hogy mondjam, kibékíthetetlen problémáink lennének egymással, hanem abból indul ki, hogy valaki megkeseredik. Ezért nyitja így a sort, hogy minden keserűség kivettessék közületek, amiből aztán jön a fölgerjedés, a harag, a lárma, a káromkodás, és aztán jön a folytatás, hogyan: legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Tehát mondom még egyszer, a legtöbb emberi konfliktus nem abból fakad, hogy valami kibékíthetetlen alapelvi vagy eszmei különbség állna fenn. Megjegyzem, nem erre vonatkozik, hogy ebbe engedjünk. Tehát az igazságból, alapelvekből nem szabad engedni a békesség kedvéért. Na de nagyon gyakran olyan nyuansznyi dolgokról van szó, amiben emberek összevesznek, belekeserednek. Erre mondja az ige, hogy inkább engedjünk. Inkább, ha kell, a személyes érdekeink rovására is, de tanuljunk meg engedni. Lehet, hogy ezzel mentjük meg a másikat, meg talán saját magunkat is, egy elmérgesedett, egy megkeseredett állapottól. Egy csepp méz többet ér, mint egy hordó ecet. Ez nem bibliai bölcsesség, de biblikus bölcsesség. Kívánom, hogy szívleljük meg, és kívánom, hogy fogadjuk meg alapigény felhívását. Vigyázzunk tehát magunkra, de vigyázzunk egymásra is. Vegyük elejét annak, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen az életünkben, hogy elszakadjunk az Isten kegyelmétől, sőt, mindinkább kutassuk és értsük meg az Isten kegyelmének a szélességét, magasságát és mélységét, hogy nehézségeink közepette, esetleg még oly nehéz próbáink vagy életkörülményeink közepette is megtalálhassuk a boldogság, a megelégedettségnek a keskeny útját. Amen.